Második fejezet. A titkos bevásárló lista. Mondjuk, kezdem az elején. Én már 8 évesen pontosan tudtam, hogy fog kinézni a 10 éves születésnapi tortám. Többször is lerajzoltam, de csak a harmadik próbálkozásra sikerült olyanra a rajzom, amit kedvem lett volna megenni. Az ünnepi tortámat 3 emeletesre terveztem, belül szivárványos krémmel, tetején egy motoros kaszkadőrrel, egy hárfa művésznővel, közöttük pedig 3 gyerekkel. Én annyira szerettem a családomat, hogy meg akartam őket enni marcipánból. Azt azért tudni kell rólam, hogy ha valamit kigondolok, akkor annak úgy is kell lennie. Különben nem nyugszom. Ezt a tulajdonságomat biztosan nagyapámtól, dr. professzor Lali papától örököltem. Azt találtam ki ugyanis, hogy ezt a csodás tortát csak is én süthetem meg, senki más. Se mestercukrász, se anyu, se nagyi, se a macskánk, csak is én, egyedül én. Na jó, Mara, a legjobb barátom azért segített benne egy kicsit. Nagyon készültem a sütés napjára. Az interneten híres szakácsok főzőműsorait böngésztem, amelyből elsajátítottam néhány igazán látványos cukrász trükköt is. Majd szépen leírtam magamnak a tortához és a krémhez valókat. Aztán titkos bevásárlólistát készítettem, hogy mit kell majd beszereznem a sütéshez. Annyira komolyan gondoltam a dolgot, hogy a lista mellé lerajzoltam az alapanyagokat is. Bevásárlólista. A fehér piskótámhoz. 233 g fehérliszt, 3 tasak sütőpor, 168 g porcukor, 113 g vaj, 200 ml tejszín, 6 darab tojásfehérje, 1 rúd vanília. A krémek befestéséhez 7 különböző színű természetes eredetű ételszínezék, zöldség és gyümölcs. A svájci vajkrémhez 6 darab közepes tojásfehérje, 400 g porcukor, 1 csipet só és 720 g vaj. Azért akartam svájci krémet tenni a szivárványtortámba, mert a másik nagymamám, Izabella nagyi ott él Svájcban a hegyek között. Sajnos csak nagyon ritkán látogat el hozzánk, mert van egy új nagypapája, akarom mondani férje. De ez az új nagypapa nem szeret idejönni hozzánk, mert szerinte az nagyon macerás dolog. Hát, nem tudom. Amit viszont tudtam, és már előre nagyon örültem is neki, hogy Izabella nagyi eljön a 10. születésnapomra. Mert az olyan kerek szám, szinte gurul. Amikor már csak 12 nap volt hátra a szülinapomig, boldogan rohantam édesanyámhoz a listámmal, és már hadartam is volna a fülébe, hogy milyen ízű lesz a tortám, és mit kell majd hozzá beszereznünk, amikor nagy megdöbbenésemre az anyukám álmatagon felnézett hárfája mögül, és megelőzve engem boldogan újságolta a nagy hírt. Jó, hogy jössz, Matyikám! Apával úgy terveztük, hogy idén az Üvegpalota Bevásárló Center játszóházban tartjuk a születésnapodat. Tudod, ott, ahol tavaly a szomszéd Henikének is volt, ahol az a nagy ugráló vár el középen, azzal az enyhén rogyadozó gumiszökőkúttal. Erre aztán nem számítottam. Ez a hír teljesen fejbevágott. Annyira ledöbbentem, hogy hirtelen megszólalni sem tudtam. Anya rögtön észrevette rajtam, hogy nem vagyok oda az ötlettől, hiszen olyan fejet vághattam, mint aki citromba harapott, aztán rögtön ecetlevest ívott rá. Igen, tudom, hogy egy kicsit különc vagyok, de én mégsem akartam olyan helyen ünnepelni, ahol fél óra múlva már egy másik gyereket ünnepelnek ugyanarra a zenére. Én a játszóházas szülinapokat egy nagy rideg gyárnak látom, ahol futószalagon valósítják meg a gyerekek álmát. Olyan álmokat, amiket igazán nem is a gyerekek találnak ki. Különben is, ott csak 3 egyen torta van. Fehér, rózsaszín vagy barna. Fogromboló cukorszórással. Még saját marcipán figurát sem rakhatsz a tortát tetejére, mert azon a helyen ez nem megengedett. Haragudtam anyára.
Éreztem, hogy most muszáj lesz harcba szállnom az igazamért. Vettem egy óriási levegőt, majd kitörtem. De anya, azt ígérted, hogy végre meghívhatom a barátaimat hozzánk. Én nem akarok abban a játszóházba menni. Én itthoni kerti partit akarok, ahogy megbeszéltük. Szivárványos tortával, meg felfújhatós medencével, igazi gyümölcsös koktélokkal, amit majd az ikrek szolgálnak fel a kis motorjukon szállítva. Már meg is beszéltem Rituval és Mirtillel. Hetek óta gyakorolják a pincérkedést, olyan ügyesek. Anyuci, nagyon kérlek, azonnal csináld vissza ezt az egészet. Te nem örülsz a játszóháznak, nézett rám döbbenten anya. Pedig azt hittem, az osztályodban mindenkinek az az álma, hogy ott ünnepelhesse meg a születésnapját. Ez a hely most nagyon menő. Sajnálom, de már leszerveztem az egészet. Nem érdekel, én nem leszek ott, dacoskodtam. Matyikám, kezdett bele anya a meggyőző beszédébe. Most az operaházban hirtelen minden a feje tetejére állt. Itt van a nyakunkon a Paraszt becsület és az Egy pohár víz című operák bemutatója is. Nekem éjjel-nappal bent kell lennem, semmi időm sincs. Képzeld, a Paraszt becsületben még hárfa szólom is lesz, és én annyira izgulok. Örülök, ha egyáltalán ezt a játszóházas születésnapozás összejön. Anyu! Kiáltottam fel harragosan. Nem erről volt szó. Azt mondtad, hogy a 10. szülinapomon lehet kerti parti. Apa csinálhatna kaszkadőr bemutatót rollerrel, te pedig elhárfázhatnád nekünk a boldog szülinapot. Én pedig megsüthetném az álom szülinapi tortámat. Drága Matyikám, nézett rám anyám szomorúan. Tiszta szívemből sajnálom. Apusod sem ér rá. Egész hónapban forgatja a szülinapos ékszertolvajok hatot. Egyedül jövő vasárnap rengették el, és azt a szabad napot is úgy kellett kikönyörögnie a film producerétől. Kés csoda, hogy azon a vasárnapon én se játszom az operában, és mind a ketten ott lehetünk veled. Egy kerti parti óriási előkészülettel jár, hiszen idén még arra sem volt időm, hogy kipakoljam a fészerből a székeket. Viszont a játszóház menni fog, és meglátod, jó lesz. Jut eszembe, mindjárt fel is hívom őket, nagyon remélem, hogy nem felejtettek el beírni minket a naptárjukba, mert akkor aztán nem tudom, mit csinálok. Azzal kiviharzott a szobából, mert a mi városunkban mindenki siet, rohan, esetleg száguldozik. Mit éreztem ekkor? Hogy menjen a lerottyant gumiszökőkúthoz ünnepelni az, aki abból inni tud. Cselekednem kellett. Nem hagyhattam, hogy csak azért, mert az operáz ellopja az anyukámat, a filmgyár meg az apukámat, szóval, hogy csak azért, mert ennyire elfoglaltak a szüleim, nekem az legyen a sorsom, hogy én is beállok az egyensorba az ugyanolyan tortások és az ugyanolyan műanyag tányérosok közé. Nem is értem, hogy anya ezt hogyan gondolhatta komolyan. Pont anya. Hiszen ő az, aki mindig a szépség szeretetére és fontosságára tanít. Meg, hogy mindenben legyünk igényesek. Pontosan tudja, hogy utálom a tömeget, a hangzavart meg a pazarlást. Ezeken a helyeken számomra borzasztó zene szól, ráadásul iszonyú hangerővel. Amíg pici gyerek voltam, addig mindenki óvott és féltett a zajoktól. Csak klasszikus zenét és delfin éneklést hallgattunk. Együtt. Reggeltől estig. Anyukám ír hárfa darabokat játszott el alváskor. Aztán eltelt pár év, és azt várnák tőlem, hogy boldogan ugráljak hangos gumizenére egy gumiváron, és közben ezt az egészet még élvezem is a barátaimmal. Arról nem is beszélve, hogy ebben a játszóházban minden csak egyszer használatos, eldobható. Persze, vigyázzunk a környezetre, de az senkit sem érdekel, hogy egy ilyen ünnepség után mekkora szemét halom marad utánunk. Nekem ez inkább rémisztő, mint hívogató. Egyedül maradtam a szobában a gondolataimmal. Végül előtört belőlem a leendő mesterszakács. Döntöttem. Én ezt nem hagyhatom. Harsogtam magam elé, majd kiugrottam a földszinti ablakunkból a kertünkbe, mert aprót ugrani azért minden lestján gyerek szeret, még ha nem is készül közülünk mindenki kaszkadőrnek. Legyél környezettudatos!